Legutóbb december 11-én játszottak bajnoki meccset a másodosztályú futballcsapatok, amelyek január eleje óta készülnek a folytatásra. A Kisvárda Mastergood egy törökországi edzőtábort követően két élvonalbeli csapat elleni meccsel hangolt a tavaszi folytatásra. A Mezőkövesdet 3-0-ra legyőzte Révész Attila együttese, a Pastól pedig 1-0-ás vereséget szenvedett a télen 4 játékossal megerősített gárda. A feljutást megcélzó, jelenleg 5. helyen álló csapat vasárnap a 2. helyezett Soroksár otthonában lép pályára. A Soroksárnak a stílusa az inkább a védekezéséből fakad, erős, nagyon erős játékosai vannak, ugye tudjuk, hogy a Ferencvárosnak a 2. csapata, és még rengeteg élvonalat megjárt, sőt, szerintem mindenki élvonalat megjárt, rutinos labdarúgóból álló egészséges vegyület. A pontrugásaik a legveszélyesebbek, és hazai pályán is nagyon sokszor kontráznak. Na most én úgy gondolom, hogy ismerik őket, ők is mindent megtesznek, hogy minket feltérképezzenek, voltak kint a törökországi meccseinken is. Egy nagyon-nagyon komoly mérkőzés lesz, de inkább taktikáról fog szólni sem, mint egy lüktető oda-vissza meccsről, és én bízom benne, hogy sikerül nyernünk, azzal a céllal megyünk, ha az a mérkőzés megvan, akkor nagyon nagy lökést tud adni a csapatnak. A Nyíregyháza Spartakusz a téli szünetben kétszer is járt Törökországban, a 2. túrát követően hétfőtől már hazai környezetben készül a csapat. A cél továbbra is az NB1-be jutás, ehhez a bajnokságból hátralévő 18 meccsen 9 pontos hátrányt kell ledolgozni a Weber György együttesének. Az első 3 tavaszi pontot a jelenleg 7. Vác ellen szerezheti meg a forduló előtt 10. helyen álló Spari. Nem csúszhatunk el rajton, tehát rögtön egy jó rajttal kell jelentkeznünk. Jó játékkal, kell, hogy lássák a szurkolók, kell, hogy lássam én, és kell, hogy lássák az ellenfelek is, hogy mit tettünk ebbe a felkészülésbe, és annak vissza kell tükröződjön a pályán. Amit láttam az utolsó 4 mérkőzésen kint, az nagyon biztató, de természetesen az csak akkor ér valamit, ha ez itt vasárnaptól kezdve a magyar bajnokikon is majd látszik. A 21. forduló további párosítása a következő: Budaörs Sopron, Siófok Zalaegerszeg, Dorog Csákvár, Grosics Akadémia Cigánd, Cegléd Szeged, Szolnok Puskás Akadémia, Moson Magyaróvár Kozármisleny és Balmazújváros Békés Csaba.